parancsol, hogy ide kell állni, kérdezőnek csak olyan lehet, hogy ezt magas is közben. Oké. Oké, köszönöm. Oké, ez a következő. Jó. Sziasztok, Honda László vagyok, a Zsákmérkezsit Megadóvisz Kft. Ügyvezetője és alapítója, és az az őrült tag, aki még 2007 augusztusában előjött ezzel az Artifacting Keyboard ötletével. Az Artifacting Keyboard egy 60%-os mechanikus hardware szinten programozható moduláris billentyűzet. És 2007 augusztusában jött az ötlet, és az alap elgondolás az az, hogy a billentyűzet egyként olvashasson össze, ami előnyös, hogyha éppen A-ból B-be akarod vinni. Illetve, hogy tehát az is fontos irányelv, hogy sosem kelljen ott hagyni az alapsort, tehát a kezed mindvégig egy pozícióban marad, és csak az ujjai mozognak, nem a kezed. És aztán szembesülnünk kellett az volt valósága, hogy én, mint szoftverfejlesztő, sosem fejlesztettem hardware-t, és ez elég nagy falat. Sosem foglalkoztam elektronikával, és egyáltalán hogyan kezdjék az egésznek neki. De ugyanakkor azt is tudtam, hogy ha elég időt belerakunk, akkor akár meg is csinálhatjuk. Idáig több mint 10 000 órát tettünk be a projektbe, és 4 millió forintot. Igazából a pénz az apró pénz egy ilyen fejlesztés, az képest az idő az, ami tényleg brutális. Szóval meg kellett győznöm Andrást, egy mi középiskolában osztálytársam volt, aki gépészmérnök, hogy vágjon belőle a projektbe, mert egyértelműen kell itt a billentyűzet házat megtervezni, és az ő tudására szükség volt, és szerencsére volt olyan őrült, hogy igent mondott. Úgyhogy ketten csináljuk ezt a projektet. Ez az UHK magas szintű rendszerdiagramja, ugye bár a két billentyűzetfél kommunikál egymással, méghozzá UART-on keresztül, már akinek ez mondva, amit aztán ott van LED kijelző, ami egy LED mátrix van a sorai, oszlopai, és így lehet a billentyűzet mátrixok, a bal és a jobb oldali billentyűzetfélnek a mátrixai, és ez a magas szintű rendszerdiagram. Aztán megvan a rendszerdiagram, egy kapcsolási rajzot kell összehozni, hogy nagyjából így néz ki a jobb oldali billentyűzetfélnek. És utána a breadboardon, ne kérdezzétek, hogy van magyarul, nem tudom, össze kell dzsoltozni magát a prototípust. A képen látható bal áramkör az a bal billentyűzetfélnek az agya, gyakorlatilag a jobb az a jobb billentyűzetfélnek az agya, és itt fölötte egy 2x2-es, illetve még egy 2x2-es billentyűzet mátrix, és a bal oldali fél billentyűzet lenyomás, illetve felengedés eseményeket a jobb oldali félnek, és így kommunikálnak egymással. A fent pedig ez a bazin nagy izé, ez egy logic analyzer, lehet vele hibát követni, hogy mi kommunikál a két billentyűzet egymás között. És ez pedig ez egy egyszerű rajz, hogy mégis hogyan van húzolódva a billentyűzet mátrix, mielőtt még elkezdtem a nyákot magát megtervezni. Ez pedig a nyák, a KiCad elektronikai tervezőprogramban, ami egy ingyenes és meglepően ahhoz képest jó tervezőprogram. És így néz ki maga a nyák, miután a KiCad-es Gerber fájlokat elküldi az ember egy cégnek, aki ezeket legyártja, és kb. Egy hét múlva megérkezik postán is. És ha megérkezett postán, akkor jön az a rész, amikor is fel kell forrasztani a kis elektronikai alkatrészeket a nyákra, amiket előzőleg megrendelünk különböző helyekről. Ha a szoftver nem lenne elég nagy szobás önmagában, itt van a hardware tényező, például az alábra látható egy... Tehát mindig küldtem üzeneteket a mikrovezérlőből, és ilyenkor mindig újraindult. És nem tudtam, hogy mi a felének van, mert a kód az tökéletesnek tűnt, és az is volt. Azért, mert van egy híd, a TX és a reset pin között, és mikroszkóp alatt ez egyértelműen látszódik. Ezután az eset után mindig, miután felforrasztottam egy mikrotozatot, megvizsgáltam a mikroszkóp alatt, hogy tényleg jó-e, mert nem akartam még egyszer egy napot végig szopni ilyen hülyeséggel. Ez volt az első generációs prototípusunk, ez nem funkcionális, egyáltalán nem működött, nincsenek is rajta vezetékek, csak egyáltalán látni akartuk, hogy vajon hogy néz ki, amit az első dolog, amit összehozunk. Ugyanez szétszedve, ugyanez 3D nyomtatott billentyűs sapkákkal. És ez a második generációs prototípus egy nagy bumszli S-videó kábellel, ami nem csak hogy szarul néz ki, de baromi megbízhatatlan is, úgyhogy leseréltük idővel. Ez pedig a második generációs protonnak a hátulja, ennek még nem volt háza, ennek a billentyűzetnek, ezért szilikon szalagok vannak a hátulján. És ez volt az első billentyűzet ház. Igazából ebben nem ment bele maga a nyár, csak
látni akartuk, hogy valamit össze tudunk hozni első körben, ezért reflektve legnyomtatva. Összehasonlításképpen ez egy 100 000 forintos nyomtató, ez egy 30 millió forintos nyomtatóval lett nyomtatva, ez pedig a baloldali részét 100 millió forintos nyomtatóval, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a nyomtatóknak az ára tükrözi a minőségüket. És ez pedig a legutóbbi prototípusunk, itt már fényízletek is vannak a hátuljában, tehát hozzá lehet csavarozni akármilyen karfához, vagy amiért csak akarjátok. És így néznek ki a 3-4 nyomtatott alkatrészek önmagukban. Ez pedig a harmadik generáció prototípusunk lecsiszolva és lepestve. És itt teljes pompájában szépen lefényképezve a legutóbbi prototípusunk, illetve ugyanaz egy másik művészi mondhatni elrendezésben. És másfél hónapja elkezdtük, elindítottuk a közösségi finanszírozás kampányunkat, és 6500 feliratkozóval indultunk neki, ami elég magas számnak számít. Proaktívan törekedtünk rá az utóbbi két évben, hogy összeszedjük ezt a sok feliratkozót a szájtunkon. És két hónapja bejelentettük az Edom modulokat gyakorlatilag. Arról van szó, hogy tehát, hogy egy trackball, trackpad, illetve touchpad modulról van szó, egy kickluster modulról. Az igényeinket megfelelően konfiguráltad, összemosoláztad, hogy számodra mi az optimális interakciós, hogy akarod használni a zubárkát, és annak megfelelően használsz plusz kiegészítő modulokat. Igen, és most ott tartunk, hogy a 2000 dollárból, amit el akarunk kérni a kampányunk alatt, 184 ezer ideig összejött. Még két hetünk van hátra a kampányból, úgyhogy több mint valószínű. Hogyha nem jön össze az összeg, akkor még kitoljuk két hétre a kampány, szóval biztos, hogy összejön ezen a ponton. És általában a közösségi finanszírozás kampányok végén van egy felfutási időszak. Szóval igazából több mint valószínű, hogy ez össze fog jönni ezen a ponton. És ennyi szerettem volna elmondani. Várom kérdéseket. Miért kell még egy billentyűzet? Elég speciális feature-öket kombinál az UVK. Tehát ergonomikus billentyűzetekből nem találsz olyat, ami ennyire kompakt. És ez lehet még hardware szinten programozható, és vannak olyan feature-jei, amik előnyösek. Főleg fejlesztőknek. Nekem van. Hány billentyűzet egyszerre van még? Ugye ez egy probléma a Matrix-os billentyűzetekben. Ezt megoldottátok valahogy? Igen, tehát az UHK egy NKRO billentyűzet, tehát a hagyományos billentyűzet. A legtöbb billentyűzetnél már eleve a billentyűzet Matrix limitált. Tehát nem lehet egyszerre 6 billentyűt se lenyomni, hanem bizonyos esetekben csak 2-t vagy 3-at. Ez nálunk nem probléma, mert diódákat használunk minden egyes billentyűnél. Plusz az USB interfész maga se limitált, tehát nem 6 billentyű plusz módosítókat tudsz elküldeni hozzáadni, hanem maximum 64 billentyűt, ami a mi esetünkben lefedi az összes billentyűt, tehát ez teljesen NKRO, az összes billentyűt nyomkodod egyszerre, és a host érzékelni fogja. Volt az egyik szlájdon egy olyan, hogy a szoftver része, nem tudom, Node, WebKit, meg ilyenek, az így hogy kapcsolódik a billentyűzethez? Atya. A billentyűzet hardware szinten programozható, tehát ugyebár vannak alternatív billentyűzet kiosztások. A legtöbb ember a QWERTY-t használja, de alternatív a például a Borak, vagy a Kolemak, vagy akár saját billentyűzet kiosztást is csinálhatsz. És ezzel a konfigurációs alkalmazással te beállítod, hogy neked mi az optimális, és azt megjegyzi a billentyűzetnek az elektromja, és ezen az alkalmazáson keresztül tudod te felprogramozni, beállítani a billentyűzet kiosztást. És makrókat is programozhatsz, és több kiosztást is, és azok közül kiválasztod, hogy melyiket akarod, és elég hosszú lehet erőbeszélni, de ez az eszenciája. És akkor ezután így matricázni fogja az, aki felprogramozta, vagy ez hogy fog kinézni, és hogy mennyibe kerül majd a billentyűzet? Minden kérdés. Akár matricázni is lehet, bár ez nem egy tartós megoldás. Rendelésnél azt tervezik, hogy idővel megoldjuk, hogy mindenki egyéni billentyűzet kiosztást válogathat magának, akár rendeléskor, és mi ott itt Magyarországon fogjuk lézergravírozni a billentyűs sokkákat. Egyébként maga a gyártás nagyja, meg az összeszerelés egészen Magyarországon konkrétan Kalusán fog történni, és a kisebb alkatrészeket szerezik be Kínából. Egyébként a legtöbb ilyen ember az leg billentyűs sokkákat használ, tehát olyan verziót, ami nincs felirat. Másik kérdése, ja igen, az árt.
$200 a kampány alatt, utána pedig kis kereséggel miért 250. A kampányunkban van egy összehasonlító matrix, ami látható, hogy az összes konkurens billentyűzet, ami mechanikus és teljesen osztott ergonomikus, az mindig ilyen árban van. Kampányatok hol volt, és mik voltak a legnagyobb kihívások, meg hogy volt az kezdeti ilyen hype-ot, azt hogy értétek el? Kampányunk a crowdsupply.com közösségi finanszírozás szájton fut, és igazából elég jó dílt ajánlottak nekünk. Igen? Menjek arrébb? Szóval ez egy kisebb szájt, de elég jól ki van helyezve a célcsoportunkra, tehát geek célcsoportjuk van. Plusz elég jó feltételeket ajánlottak, adtak egy PR agentet is, akinek a segítségével nemrég San Francisco-ban jártam és New York-ban, és ott adtam interjút a Tom Sarvernek, meg az Engagitnek, és tehát ilyen kaliberű magazinoknak, és ez valószínűleg nem sikerült volna a PR agent nélkül, tehát összegészíve véve nagyon jó kondíciókat ajánlottak. Az, hogy a két külön oldal ugye egymáson kommunikál, ez generál valamilyen létenszik ugye a két oldal között, és ha igen, akkor ezt teszteltétek-e, hogy ez zavaró-e ugye a játékos, a hackereknek kevésbé, de talán a játékosoknál problémások. Igen, aktuálisan 36 ezer baudon kommunikál a két fél, de ez két tehát 2 megabit lesz a vége ennek a végső fölvelben. Tehát ez igazából számoltam, hogy kb. 1000 másodperces latency-t jelent. Megjegyzem, már most sem vehető észre a késedelem, és ha ez így meg lesz csinálva 2 megabit, akkor egyáltalán nem lesz szignifikáns. A másik kérdés volt, hogy elfogadta valamit? Mihez valamit is csatlakoztak? Csak PC-hez, vagy Mac-hez, csak USB, vagy Bluetooth, vagy tablet, telefon? Tehát ez egy USB billentyűzet. Használhatok PC-vel, Macintossal, Linux-szal, illetve Android eszközökkel is. Nem mindegyikkel Android eszközök közül, amik támogatják a USB OTG-t, mint hardware-esen, mint pedig kernel szinten. Az, ami pedig például, hogyha mobilomhoz hozzáadom egy USB OTG kábellel, akkor nem csak tudok rajta karaktereket gépelni, hanem az egeret is tudom vele irányítani mobilon. Elég jó támogatott Androidon is. iOS-nek ugyebár ott nincs USB. UART-on keresztül, hogy 16 MHz-nek egynek. Ez a maximum adott átvitel. Az UART az neki 110. Hát én úgy emlékszem, amikor legutóbb után néztem ennek, hogy 2 megabit a maximum kommunikáció a 16 MHz-nek egynek. A produktívus elkészítésében mi volt a legnehezebb? Vannak olyan zsákutcák, amivel hihetetlen idő mennyiséget el lehet szokni. Például a LED kijelző kapcsán hónapok mentek el azzal, hogy én megpróbáltam egy mini-nyákon ilyen kompozitív fénynél kisebb ledeket felforrasztani, és az eredmény nagyon fájdalmas volt, és a végén megkerestem egy kínai céget, aki egy-két hét alatt csinált, rittyentett egy olyan kijelzőt, aki csak ezzel foglalkozik, hogy eszem faszom megállt meg elnézést. Szóval a zsákutcákon nagyon-nagyon sok idő elmegy. Sörmát. Oké, köszi szépen.